A Fáma a biciklistákról című színdarabot játszották szombaton este az Újvidéki Színházban. A mű Svetislav Basara, a feljegyzések a biciklistákról műve alapján íródott. Az eseményen a szerző legújabb regényének magyarra való fordítását is bemutatták. A Merénylet angyala a Fórum könyvkiadó Transzakció műfordítás sorozatának legújabb, sorrendben a negyedik kötete. Nagyon nehéz szövegről van szó, tele terek keresztutalásokkal és mindenféle kulturális, antropológiai, történelmi tényekkel, amiknek utána kellett járni. Izgalmas szöveg, én csak javasolni tudom az elolvasását. A regény fordítására Juhász Attila, zentai műfordító jelentkezett. Ez egy olyan posztmodern regény, amelyet érdemes a magyar közönséggel is megismertetni, főleg most, amikor az első világháború évfordulóját ünnepeljük. Egy groteszk, szarkasztikus, hébe-hóba morbid és gyakran a álhírekkel, tévhitekkel való leszámolást űzi ki célja. Egy ilyen szerző, mint Basara, a saját szarkazmusával nagyon érdekes regényt alkotott. A regény egyetlen hosszú monológ. Ferenc Ferdinánd, korona herceg tolba mondja túlvilági titkárának a szarajevói merényletről, annak okairól és következményeiről szóló meglátásait. Csitaltam puno historijskih spisa, znači i to sam napravio, preradio u ovaj roman. Da, znamo svi da je tih godina, to govorimo od 2012-13-14, je bila je pomoma oko 100 godišnjice prvog svjetskog rata. A 60 éves Fórumkönyvkiadó intézet számára mindig fontos volt, hogy kapcsolatot képezzen a magyar és a délszláv kultúrák között. 2018-as évben Szerbia lesz a Magyar Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, és hát ebből az alkalomból szeretnénk mint a kortárs szerzőket, mint pedig azokat a klasszikus szerzőket bemutatni, illetve megismertetni, még ismertetté tenni a magyar közönség számára, akikről úgy gondoljuk, hogy érdemes, hogy a magyar olvasó közönség is tudjon róluk. A Transzakció sorozat keretében Milovan Danojlics regényét fordítják magyar nyelvre.